Sziasztok! A mi nevünk Zsuzsi és Csaba. Hú, bakker fordítva. 2022-ben vettünk egy 89-es kiadású lakóautót, amivel rengeteg szép helyre eljutottunk. De most a sokkal újabb 90-es kiadásúval megyünk Tiszafüredre, egy kempingbe, ahol bringázni fogunk, szúnyogtáncot járni és egyéb baromságokat csinálni. Velünk tartasz? Össze vagyunk pakolva. Ezzel a kicsi T3-assal megyünk kirándulni most Magyarországra. Azon kívül, hogy Csaba mindent ügyesen megcsinált, asztalt, szekrényeket, be van kötve az elektromos rendszer. Ez itt mind még be kell férjen. Reméljük, hogy nem lesz megint minden hegyén hátán. Ide már be is dobott valamiket Csaba. Jöhet a hűtő. Ugye most először használjuk így a T3-ast. A bútorok azok újak, mindennek meg van tervezve a hely. Bicikliket is visszük, mert terve van sokat bicajozni. Erősen szép lett ez a lakó. Egyelőre csak ide beraktunk mindent, aztán mikor megérkezünk a kempingbe, akkor mindent a helyére teszünk. Most sietünk, hogy menjünk vásárolni és induljunk el. Boldog vagyok, és most direkt mondtam lassan, hogy aki ebbe beleköt, hogy lassan beszélek, azt tudjon belekötni. Te kis elkényeztete. Igen. Igazából nem erről akartam beszélni, csak nemrég jött egy komment, hogy milyen elkényeztetettek vagyunk, és hogy nem való nekünk ez a lakóautós élet, nem is értjük félrebeszélt. Na mindegy, de úton vagyunk, méghozzá Magyarországra. Hova is megyünk, Mackom? Tiszafüredre megyünk. Igen, a Termál Campingbe. Jól tele vagyunk pakolva, sőt, még mint láthatjátok hátul biciklitartó és biciklik. Azt most próbáljuk ki először, úgyhogy egy kicsit izgatott vagyok. De úgy tűnik, hogy bírja a srapát. És nem vagyunk már olyan fapadosok ezzel az autóval, mert van szekrényünk, igazából minden is van. Tegnap lett kész a szekrény, direkt erre az útra lett előkészítve. Két vagy három napot dolgoztam rajta maradékanyagokból, mert már minden zárva volt, mert nálunk szabadság volt már két nappal korábban, mint ahogy elindultunk. Úgyhogy maradékanyagokból hoztam ezt össze. Nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz a kemping. Tiszafüreden még nem voltunk, úgyhogy itt az ideje. Egyáltalán a Tiszatónál se voltunk, úgyhogy igen. Nem. Úgyhogy izgatottan várjuk, és most megmutatok egy nagyon szépet. Emlékeztek, hogy voltunk a Tordai hasadéknál a nagy lakóautóval? Tadám! Nem tudom, hogy mennyit ad vissza a kamera, de jobb oldalt látszik. És a napsugarak, hát egyszerűen gyönyörű. Ezt a nagyból vettük ki, a légkondit. Szerencsére mobil klíma. Van álomfogó ebbe is. A nagy kormány. Ez Csabának egy új szerzeménye, nem sokára jön a bemutató videóról. Link a leírásban. Igen. Mint látjátok, iPhone tükrözés és iPhone Apple Play is, CarPlay is mindent tud, és jó nagy, és mégiscsak egy dines. Egyik a reklámról. Itt van Csaba. 18 éves, link a leírásban. Nem eladó. Ja, kiadó. Nincs link a leírásban. Nem kiadó, ha bár azt még meggondolom, ha jól megfizetitek, kiadom. Ott a lakó, hátulja, a biciklik, úgyhogy minden oké. Elindultunk hát új élményeket gyártani. Ezzel a 34 éves kislakóval még soha nem voltunk 300 kilométernél nagyobb távolságban, és még sosem hagytuk el az országhatárt. Egyik irányban sem. De mindenki ismeri a mondást. A régi szép időkben ide mentünk vagy oda, ezt csináltunk vagy azt. Hát képzeljétek, a régi szép időket éppen most gyártjuk. Ebben a pillanatban, pont ma. Pár év múlva erre is azt mondjuk majd, hogy itt nem csak hogy olcsó volt az üzemanyag, de lehetett kapni. Nem járt mindenki villanyautóval.
A régi szép idők, ugye? Mindjárt megyünk ki az országból, és ez alkalommal nálunk olcsóbb az üzemanyag, úgyhogy itt tankolunk. Összeszedtünk pár bogarat. Megtelt a kicsi lakuka eleje. Bezzeg a régi szép időkben még nyugodtan elüthettük a bogarakat. Aztán jöttek a vegánok. Nézzem meg a bicajok. Jól vannak? Bírják a strapát? Azt a 80-at, amivel jöttünk. Adj egy lejt lóvéra. Nincsen. Úgy átjöttünk a határon, hogy nem is volt időnk kamerázni. Egy autó volt előttünk, az is már indult, amikor odaértünk, és semmit se vártunk ezen a határon, ahol gyerekkoromban volt olyan, hogy egy egész napot álltunk sorba, 90-es években, vagy talán még 80-as évek vége. De épp azt beszéljük, hogy akkor álltunk a határnál egy csomót, átjöttünk, és amikor átjöttünk, itt egy teljesen más világ volt. Jó utak, szépen felfestve, csíkok, modern, tehát annyira nagy különbség volt ezelőtt 20-30 évvel, hogy nagyon nagy ég és föld. Most meg átjöttünk, nem kellett állni semennyit. Aztán olyan szar az út, hogy alig lehet menni 40-50-nel. Mennyire nem mindegy, hogy melyik irányból nézed a régi szép időket? És vajon tényleg annyira szépek voltak? Akkor például olcsó volt az üzemanyag. Csak éppen nem lehetett annyit venni, amennyit szerettél volna. Meg vagyunk érkezve. Beengedtek a kempingbe. Nem akarunk túl nagy zaj csapni, mert mindenki alszik, és vannak sátorba is. Ott nyitva van az autó. De kipakolunk, zuhanyzunk, ha már úgy is van hó, és lefekvés. Találkozunk reggel. Sziasztok, jó hét! És mekkora véletlen, hogy egy annyira retro kempingben ébredtünk, mintha csak visszamentünk volna az időbe. A 90-es évekbe, de néhol még a 80-asokba is. Első érkezésünk a strandra. Egyébként úgy van, hogy adnak egy ilyen karszalagot, és akkor ezzel lehet bejönni. Még nem tudjuk, hogy milyen, de hamarosan mondanám, hogy kiderül, de nem úgy néz ki. Itt kell egyáltalán menni. Nincsenek nyilak, hogy már ott látok egy medencét, úgyhogy igen. Ott egy omladozó épület, itt van egy medence, ott van egy medence, ami nem működik, és ott hátrafele van még egy medence, ami szerintem a melegvizes. És egyelőre úgy tűnik, hogy ez a strand ez ennyit tud. Jöttünk a strandra. És ilyen idő lett. Körülbelül másfél óra múlva. Megmutatom ott is az eget. És akkor a szél, és akkor a... Hú! Hogy nekünk kint van a hűtő az autó mellett, úgyhogy jobbnak láttuk, hogy megyünk, eltesszük. Igen, amúgy nem azért jöttünk ki, mert félünk, hanem mert hogy el kell tegyük a hűtőt. Én kifejezetten élvezem ezt a kellemes időt. Meg félő, hogy mindent elfúj a szél. Meg az is félő, hogy semmit sem fogtok ebből hallani. De lássuk, mit találunk ott. Lakott. És a székeink, és az ernyő, és az ilyesmik még meg lesznek? Azt majd összeszedjük a kempingkert területéről. Azt hittük, itt a fák között nem lesz szél. De van. Van.
viszont úgy nézem, az ernyő még áll a helyén. De ez jó jel. Visszajöttünk a strandról. Nem tudom, az előbb mennyi hallatszott a felvételből, mert azt telefonnal vételeztük. De kimentünk a strandra, és ilyen elég szar idő lett. Úgyhogy visszajöttünk, nem feltétlenül azért, mert hogy ilyenkor nem jó a medencébe ülni, mert még nem villámlott, hanem azért, mert kint a napellem, és még a napellemnek se feltétlenül lenne baja, de itt a hűtő, és ezt viszont lehet, hogy megviselné egy zápor. És Zsuzsim pedig most fogja az első kávét főzni, mert reggel ott kávéztunk a vendéglőnél, az étteremnél, ahol egyébként nem lehet kártyával fizetni, ez elég szívás. És akkor most főzi az első kávét a kis T3-ba. Nincs elragadtatva tőle, de én szeretem ezt is. Egy pár dolognak meglett a helye, egy pár dolognak még nem annyira. Itt például ez a napellem meg hűtő kábelezése egyelőre itt van elvezetve, és itt a kicsi ablakon ki, hogy azért valamilyen szinten tudjuk zárni az autót, ha itt hagyjuk. Ezt még azért át kell gondolni jobban, de majd, hogyha lesz a tetején csomagtartó és napellem, és nem a kicsi hordozható vevort kell majd használni, akkor hát akkor a napellemet már nem kell a hűtőt, azért még csak ki fogjuk tenni, hogyha ezzel jövünk, mert egyszerűen nagyon kicsi hely marad bent, hogyha az is bent van. Jöhet a főzés? Igen. Azt mondták rám, hogy elkényeztetett vagyok. Most ugye nincs itt a Dolce Gusto kávéfőzőm, de egy elkényeztetettnek van ilyen kopott kotyogos kávéfőzője? Van. És különben is. Én kell meggyújtsam a tüzet, úgyhogy elkényeztetett vagy. A kályhát azt jelenleg itt tároljuk. Rád is mondták, drágám, te is az vagy. És talán itt a WC-n jó is lesz ezt megejteni, mert nem fúj a szél. Ki emelje fel a kezét az, aki már főzött kávét WC-n. És igen, piezzó. Meg is van. Jó, és hogy füttesz. Húz le, jó? Hogy... Hát ezzel télen be lehet fütteni. Azért nem a legegészségesebb. És akkor meg lesz az első T3-asba kávé. Egyébként írjátok meg, hogy tetszik a bútor. És mi majd egy következő videóba elmeséljük azt, hogy mi az, ami tetszik benne, és mi az, ami nem tetszik benne, és hogyha ti is akartok készíteni, akkor iratkozzatok fel, mert jó tippeket fogunk adni, hogy miért jó, és miért nem jó. Egyelőre mi is még kísérletezzünk, úgyhogy igen, még várunk egy-két napot azzal a videóval. Kísérletnek nagyon jó, csak rájöttünk pár dologra, hogy mi a jó, mi meg a nem jó benne. Megmutatod, hogy hoztunk tévét. Jaj, hát erről már készítettél videót, nem? Erről készül a videó, nem tudom, hogy már kikerül vagy nem, ameddig ez, de szerintem már kint lesz. Ez a tévé egy nagyon jó hordozható tévé, digitális adókat befogja, ingyen, viszi a TV2-t, RTL klubot, totál ingyen, akkumulátorja van, úgyhogy 10 órát tudtok tévézni vele egy töltéssel. Kurva jó hangszorója van, lehet használni külön hangszorónak, úgy 30 órát megy, csak a hangszoró része, de tényleg nagyon jól szól. Lehet róla tölteni egy telefont, tehát link a leírásban, nézzetek rá, nem olcsó tud, de aki tévézni akar, annak mindenképp megéri. Valamilyen szinten vízálló is, és mikrofont lehet rádugni, és gitárt, és minden szart is rá lehet dugni. És lehet az a jó, karaokezni. Hogy igen, lehet karaokezni, és az a jó, hogy mivel hogy akkumulátoros, ezért tényleg kiveszed az autóból, oda teszed le, ahova szeretnéd a nyáron, akár a tábortűz mellett tudod nézni félszemmel a sportfotballmeccset, már aki nézi ilyesmiket. Hát
Egy jó kis cucc. Nincs csak fő már. És fő a kávé. Oldhatom el? Igen. Jé, nyami. Te nem kész, ugye? Nem adok belőle. Nem. Ami még nagyon-nagyon jól teszi a dolgát, ez a kis töltőállomás. Jelenleg tölti az órámat, a telefonomat. Annak már annyi reklámot csináltunk, nem is hogy, tudom. Hogy de küldhetnének még vagy ötöt, amennyi reklámot nyomtunk neki, de tényleg megteszi a dolgát. De egyszerűen nem tudok betelni vele, olyan jó. És ez a hűtő is kurva jó. Igen. Úgyhogy nagyon sok link lesz a leírásban. Igen. És a solar panel, ugye? Igen. Ott elől. Igen. Azt már mutattam. Jaj. Annak is betesszük a linkét a leírásba. Azt téged is beteszünk. Látom, 20-án lejársz, drágám. Ott kedvezményes leszek most. Néztünk egy filmet, közben elállt az eső. Ott már tisztul az ég, már mindjárt a nap is kisüt, és visszajöttünk a strandra. De az az érzésem, hogy a meleg vizes medencébe fogunk beülni. Egyetértesz? Egyetértek, de nézd csak. Vannak a nem meleg vizesbe is. Ott is vannak, csak mielőtt beülünk. De nagyon sokan vannak. Nagyon jól áll a haját. Igen? Igen. Köszönöm. Megyünk egyet. Hát ki kell vegyünk pénzt, ugye, mert nem lehetett fizetni, és elmaradtunk a délelőtt, úgyhogy lekaptam a bicikliket, és megyünk, keressük meg az ATM-et. By the sea we walk today, sunsets and children play. Kikötőt. Véletlenül találtuk ezt a helyet, mert eltévedtünk. De egészen jól néz ki. Rendeltünk is két pizzát, és két kis sört, és ezen a hordón majd megesszük. Fél hordón. Ide még vissza akarok jönni. Itt, ahogy kimegyünk, még balra van egy vendég, azt hiszem, hogy keveszében sültétenek, de azt ki fogom próbálni. Második reggel, a nap ellen teszi a dolgát, és megyünk egyet kávézni, és pénzt megadni, mert a tegnap nem fizettünk. Egész éjjel zúgott az eső, úgyhogy minden szarrá van ázva, de most legalább süt a nap. Az éjszakai nagy vihar után és eszőzés után voltunk kávézni a vendéglőbe, és most reggelizünk. Jó étvágyat, Csaba! Megvan, köszi! Csomó finomságot.
ízlik? Uh-huh. Igen. Elhúzottunk egy kicsit az árnyékba. Szépen süt a nap. Az a napelemnek ideális. A székek megszáradtak, törülközök száradnak, emberek pakolgatnak, és mi reggeli közben hallgatjuk a zenét. Most nem, csak hogy ne legyen copyright-os az videó, de egy szó, hogy hallgatjuk. Úgyhogy jó étvágyat! Ott van a szép kicsi lakónk. Nem mondom, hogy nem hiányzik a nagy Fiat Ducato, mert na, sokkal kényelmesebb, de itt kempingben ezzel a kicsivel is megvagyunk, és amint láthattátok, elég jól haladtunk az átalakításával. Úgyhogy tök jó mindegy. Erről a kempingről szerettem volna pár szót mondani. Tiszafüreden vagyunk, a termál kempingben, és nekem tetszik. Azon kívül, hogy este kurva sok szúnyog volt, teljesen kellemes itt, csend van, nem jöttek sokan ahhoz képest, hogy hosszú hétvége. Most már értem, hogy miért nem találtam a Balatonon helyet. Későre ébredtünk fel, hogy kellene menni valahova, és legalább 6-7 kempingnek írtam a Balatonra, hogy van-e szabad hely, és mindenhol az jött vissza, hogy sajnos nem. Úgyhogy meg se indultunk, nem akartunk kockáztatni. Úgyhogy miután már kezdtem feladni, hogy akkor nem jövünk, és stb. Akkor utána megint leültem, és elkezdtem keresgélni, és rátaláltam Tiszafüredre, és akkor ki is adta ezt a kempinget. Írtam nekik is, és jött vissza, hogy hát nem kell foglalni, lehet jönni, és a szabad parcellákat el lehet foglalni. És akkor írtam vissza, hogy oké, de mi Erdélyből jövünk, úgyhogy azért jó lenne, ha lenne. Erre nem kaptam választ, de szerintem tudták, hogy lesz itt hely. Volt is, rengeteg üres parcella van. Itt a hátam mögött van egy tó, gyönyörű tó. Azt írja, hogy 12 méter a vízmélység. Úgyhogy inkább távol tartom magam tőle. Nem a legextrább a fürdőhelység, meg a mosdóhelység eléggé le vannak pukkanva, viszont nagyjából tisztán tartják, úgyhogy kellemes. Visszajöttünk a fürdésből, és akarunk ebédelni. Én nem vagyok annyira éhes, viszont Csaba le is ült kajálni. Azt mondta, hogy neki hideg jó lesz, úgyhogy jó étvágyat. Köszi. És én pedig neki fogok palacsintát sütni, úgyhogy nekem az lesz az ebédem. Azt beszéltük, hogy 3-3 vagy 4-4, lássuk mennyi jön ki. Azt megesszük, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan tovább, hogy visszamegyünk-e még egy kicsit fürödni, de nekem inkább biciklizni lenne kedvem. Most készül a palacsinta. És ezt már mondtuk, hogy arra jöttünk rá, hogy ez a megoldás nem feltétlenül jó, hogy ott van bent a csap, mert minden kézmosásnál be kell mászni, és ki kell mászni, és szerintem ide át fogjuk költöztetni, majd egy másik bútort csinálok, ami itt lesz, és akkor innen kintről lehessen kezet mosni, nem kell mindig bemászni mindenért. Így van? Igen. Hát, ezért is jó, hogy ezt maradék bútorból csináltam, mert így akkor nem olyan nagy kár érte. Nem? Igen. És akkor majd, amit csinálunk új bútorból, esetleg könnyebb anyagból, mert ez pál, akkor azt majd már úgy csináljuk, ahogy most kitapasztaljuk, hogy hogy a jobb. És van egy ilyen T3 bútor eladó. Amúgy a palacsintába került, azon kívül, hogy az alap dolgok, egy kicsi só, egy kicsi cukor, tettem bele vaníliacukrot,
és a kedvenc alapanyagunkat, kókuszreszeléket. És ha szeretitek, akkor próbáljátok ki, mert erősen jó ízt ad neki. Én szeretem, és kipróbálom. És van Nutella. Mert én tudom, milyen ízt ad neki. Igen, mert te szereted, és én mindig belerakom. És most jöttünk a strandról, és itt, ahogy végig jöttünk a lakók között, megkívántunk egy pár kaját, és most visszaadjuk. Sütünk palacsintát, és mindenki kívánni fogja, és nem adunk senkinek. Most mutasd meg, hogy mindenki kacagjon, aztán jöjjenek a kommentek, hogy jaj, amatőrök vagytok. Te, azok vagyunk. Zsuzsi azt mondta, hogy nem hoztunk lémerőt, és ezen egy kicsit kacagtam, mert ez merítőkanálnak hívjuk mi felénk. Nálatok ez, hogy hívják? Ez ahol felnőttem, ez egy tájszólás. Lémerő. Mezőségen. Lehet, hogy a merítőkanál is. Mindig is így hallottam anyumtól, és én így tudom. Értem. Lehet, hogy a merítőkanál is valami tájszólás, de mi úgy mondtuk. De minden esetre ez Te elkényeztetett városi vagy, nem magyarázz. És némit iszok. És ezért, hogy ne veszekedjünk, hogy lémerő vagy merítőkanál, ez inkább egy csuporral merjük. Egy pléköcsökbe merjük. Kérsz? Nem. Kicsit elhoztuk lepkádát is. Az utolsó söröm lepkádáról. És az olaj is onnan van. Ja, azt akartam mondani, hogy még valamit, mintha láttam volna az előbb, hogy és amiben amúgy tényleg, elhoztuk. Igen, amúgy tényleg lepkádás olaj van benne. És a barnaságom is lepkádáról származik. Én már elég sokat koptam azért. Szerintem kellene megint menjünk a tengerre. Szerintem is. Nem találtuk meg még azt a gyors autót, amivel most például le tudtunk volna szaladni ezen a 4 napos hétvégén. Bármelyik tengerpartra, úgyhogy a T3-mal azzal így 400 kilométert vállaltunk be, mert ezzel azért úgy 70-80 km/h tudunk haladni, és ahogy a kommentbe írták, ezzel olyan nagy élményeket ne várjunk azért, mert hogy ez... Ugye a lakóautót még nem sikerült megcsináltatni, úgyhogy azért nem jöttünk azzal a Fiattal. A lakóautónál elkezdett zörögni a fék, és beszéltem egy szerelővel, akihez szoktuk egyébként vinni, aki azt mondta, hogy csak szeptemberbe tudja vállalni. Nekem meg egyáltalán nem volt időm vele foglalkozni, mert éppen költöztünk a garázsra, úgyhogy lehet, hogy most ha hazamegyünk, megcsinálom, hanem akkor majd szeptemberbe megnézzük. Mondjuk nem tudom, ez a videó mikor megy ki, de lehet, hogy már rég el lesz múlva ez az egész sztori, és már rég meg lesz. De valószínűleg ez a videó nem fog olyan későn kimenni, mert ez a videó még augusztusban ki fog menni, mert a lepkádai videókat nem szeretném feltenni csak szeptemberbe, amikor indul a tévés szezon, és amikor mindenki hazaért, és van ideje nézni. Mert hogyha a YouTube azt látja, hogy valamit feltettünk, és nem nézik, akkor nem ajánlja többet senkinek. És ha nézitek is, akkor azért reméljük, hogy végignézitek, de az első 2 perc után ne lépjetek ki, mert az nekünk nagyon rossz. Mm-hmm. Szóval, hogyha belenéztek a videóba, akkor vagy nézzétek végig, vagy ne is nézzetek bele. Hogy is van? Megvan. Ja? Mi hogy volt? Azt akartam mondani, hogy ha nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel, mert nekünk nagyon-nagyon sokat számít. A nézőnknek még mindig 60%-a nincs feliratkozva. Csak a mosogat. Rászáradt már. Használ egy kést, aztán utána észreveszi, hogy nem tisztas, akkor megkérdi tőlem, hogy ez zsíros. Férfiak. Kitől kérdezzem meg? A lényeg, hogy meglett a palacsinta. Gondoltuk, levideózzuk az alatt a 20 másodperc alatt, ameddig még megvannak. 8-at sikerült sütsek. Most megmutatom, hogy Csaba
Az bent volt a hüttőben még ezelőtt 10 perces, nem ilyen lett. Azt kivettem mielőtt, még neki fogja kikeverni a masszács mindent. Ja. A fincsi Nutella. Zsuzsi csinált egy full extrásat. Hát aztán adjuk meg a módját. És a háta mögött láttátok a tuningot, a T3-at? Tettünk egy kis macicát. Jaj, arra érted? Egészségemre. Megint kijöttünk biciklizni. Most kaptunk egy vadabb helyet, menjünk le. Csak már kezd sötétedni. Nagyon durván vadregényes itt ilyen. Nem? Igen, de szép. Igen, nagyon szép. Csak azt hiszem elindultak a szúnyogok. És a sátorral is vannak. Nem tudunk jönni ide a pillanatban. Egyébként be. Az a bealakóva nem nagyon. Alakóva nem, de nem tudunk utántölteni egy éjszakát, nem? T3-mal szerintem tudunk. Ez meg is be is tudunk menni. Hát sok ilyen hely volt már. Tudom, hogy nem látszik, de ott van egy őzike. Nem most fut. Hova mész? Hova futsz? Csaport meccsör. Meccsör, Peroni. Minden más, és nagyon jól néz ki a hely. De akkor megvan a helyünk, nem? Igen. Oké. Okay. Megmutatja Zsuzsi, hogy ő is néptáncos akart lenni. Csak hogy ő táncol, olyan nép nincs. Kettő volt egyszerre a kezemen, úgyhogy befújtuk, szarrá fújtuk magunkat. Ott van balra a vécé. És Csaba, és a zuhanyzó is ugye, és Csaba biciklivel megy olyan lusta sétálni. Én már voltam. Utolsó előtti reggel, utolsó teljes napunk, holnap 20-a, de indulunk haza.
és fogok neki a kávéfőzésnek. És most indulunk vacsorázni, ismét biciklikkel. Igen. Ismét a Tisza part fele környékére, és ismét szarrá csipetjük magunkat a szúnyogokkal. Nem akarom. Hát, ha nem, de menjünk akkor, mert még ott a nap, és az, hogyha lemegy, akkor jönnek ezek a vámpírok. Úgyhogy indulás. Evés akció. Nekem hamburger, citromos sörök, Csabának pizza. Jó étvágyat! Nagyon finom itt a pizza. Köszönöm. Nagyon durván telekbe jártuk magunkat. Megint. Úgyhogy ez a kirándulásra fogyó puráról fog szólni szerintem. Akkor a hamburger tettem mind a fejem, és az nem kicsi. És még utána a két szelet pizzát, de kiszámolja. Azt te etted. Nem is ettem pizzát. Bizonyítsd be. Ez ekkora lenne, hogyha megettem volna még azt a két szeletet. És nekem is nagy lenne. És nem akkora. Nekem is nagy lenne, de kicsi ügyes. Ide figyeljetek, milyen naplementébe sétálunk. Két személyes. Igen, most jöttünk rá, hogy itt lehetett volna bérelni ilyen csónakokat. És az úgy nagyon érdekelt volna, hogyha ki tudunk egyet úgy bérelni, hogy mi elvezetjük. Azt úgy nem szeretem, hogy valaki visz. De hogyha mi elvezettük volna, azt nagyon szerettem volna. Úgyhogy vissza kell jöjjünk. Jó. Értünk egy ilyen útkereszteződéshez, de mivel hogy megjelentek már a nem kedves barátaink, a szúnyogok, ezért én azt javasoltam, hogy forduljunk vissza lassacskán, mert kitáncoltuk magunkat a tegnap, ma már nem féltetlenül akarok táncolni. Te hogy vagy vele? Táncolni ilyen se. Jaj. A biciklizést azt bírnám, de táncolni ilyen se, viszont igen. A szúnyogok már nagyon jönnek, úgyhogy. Ja. Megyünk sütizni? Megyünk sütizni. Né. Itt van már. Alig álltunk meg. Már egy megcsipett. Na, megyünk. Ott a másik. Jaj. Futás! Inkább biciklizés. Na így, ha egy kicsit már hajtunk, akkor már nem csípnek úgy. Szeretem, mert most nagyon kellemes az idő. Igen. Ezek a rohadékok a maradék vérünket kiszívják, ami a tegnap maradt. Na, az a helyzet, hogy itt is van a kezembe egy kamera, ebbe egy másik. Valamivel kell fogjam a kormányt is, úgyhogy zsebre teszlek titeket.
és akkor kell bűncsomagolni? Hát igen. Lejárt a szabadság? Igen. Elindultunk hazafele, bécek kiürítve, és hosszú út áll előttünk. És meleg, igen. A légkondi beüzemelve. És hazaérkeztünk. Igen, hazarepített a kicsi buszocska. Szerencsére mindenféle gond nélkül megérkeztünk, úgyhogy gyors pakolás, és hát ennyi, ez a videó ennyi volt. Találkozunk egy hét múlva legközelebb. Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Keressetek TikTokon, Facebookon, Instagramon, mindenhol ott vagyunk. Ha nem vagy feliratkozva, iratkozz fel nekünk, nagyon sokat számít. Írd meg, hogy mi tetszett benne, és nyomj el lájkot. Így van. Sziasztok! Sziasztok!